Mielőtt nekikezdünk az oktatástörténeti előadásoknak, én fölkérem Szalai Imre ügyvezető igazgató urat a Neumann Társaságtól, hogy egy kicsit a Neumann 120 jubileumi év kontextusába helyezze el ezt az eseményt. Jó, köszönöm szépen. Kedves kollégák, tisztelt konferencia, itt két dolgom van itt, hogy itt köszöntsem. Egyrészt ugye a Neumann Társaság vezetősége nevébe ezt a nagyon aktív szakosztályt, az Infratörténeti Fórumot, aki még itt a téli időszakban is egy ragyogó konferenciát szervez, és ebben az évben nem az első, és mindig találnak új és új témát, amit érdemes itt megbeszélni és földolgozni, és akkor ugye, hogy beszéltünk most már ketten is, hogy az utókörnek ezt eltenni. Ugye a másik, ugye ez a Neumann emlékév, a Neumann 120, idén köszöntjük Neumann születésének a 120. évfordulóját. Most ebben a történetben, amit itt a József, vagy az elnök úr mondott, én nem tudom, hogy az őszeshajú úriember az ki volt, az talán, ugye, hogyha akkor lett volna igaz a történet, hogyha az Neumann János lett volna, hogyha ugye ő, aki ezt a számítógépet kitalálta, és ugye a dolog ez nem teljesen légből kapott, mert tegnap este volt egy színházi előadás, azzal a címmel, ugye, hogy képzelt riport Neumann Jánossal, és ott tényleg meg volt személyisítve Neumann János, Fodor Tamás színművész beszélt ugye kérdésekre válaszolva, és nyilván Neumann életéről. Tehát az is lehet, hogy akkor Fodor Tamás ült azon a széken igazából, úgyhogy ez mindenképpen egy olyan dolog, amit ugye itt köszönhetünk Neumann Jánosnak, hogy a számítógépet ezt ugye, azt nem csak mi, hanem ő is ugye részt vett ennek a kialakításában. Ugye itt az volt a kérdés, ne beszéljek sokat, nagyon sokat tudok beszélni a Neumann 120 évről, mert ez egy nagyon hosszú történet volt. Itt elmondom azt ugye, hogy sikerült megszerezni azt az eredeti Financial Times számot, ahol az évszázad, 20. század emberének mondták ugye a Neumannt, és ugye ebbe a körbe ugye egyrészt ugye azért látszik, hogy a laudációban a harmadik helyen szerepel a számítógép, ugye ez, mi tudjuk, hogy ez nem igaz, hanem az első helyen kéne szerepelni igazából, de ez maradjon ugye itt ebbe az egyetemi épületbe. De egy másik nagyon érdekes dolog is, ami szintén ebbe a gondolkodó körbe, vagy szakkörök, fölkészítés, tehetséggondolás, ugye azt mondja ez a laudáció, hogy ez, hogy miért is ölelt a 20. század embere, mert hogy kifejezte azt a hitet igazából, hogy a tudás, a racionalitás az viszi előre a világ. Igazából. És ez a hit is benne volt, hát nyilván nagyon sok nagy ember volt, nagyon sok mindenki csinál sok mindent a 20. században, de szerintem ez is benne volt ebből, hogy ő nyerte, vagy ő kapta, vagy őt választották erre a címre. És ugye azért is mondom, hogy a kérdés, hogy a 21. század az eze. És mit lehet-e valamit tenni, hogy a 20. század is valamilyen módon a racionalitásnak a visszajöjjön a racionalitás igazából, hogy meg lehet oldani a konfliktusokat, a különböző problémákat, környezetszennyezéstől a háborúig és így tovább, meg lehet-e oldani a tudomány a racionalitását. Ez a hit egy kicsit elveszett, és igazából a Neumann év egy kicsit arról is szól, hogy talán ilyen körökbe, tehát itt akár itt az ITF, akár a szakkörökbe, tehetséggondásba, ez a hit, ez visszajön. Nagyon sok minden volt, ezt nem fogom elmondani, akit érdekel, ezen a neumann120.hu honlapon meg lehet találni ezeket a az eseményeket. Azért nagyjából 100 esemény volt ebbe az éve, még előttünk van pár egyébként, a jövő héten Szombathelyen utcát fognak elnevezni Neumann Jánosról, tehát itt még vannak még előttünk dolgok, de itt minden megtalálható, és egyébként van egy ilyen ambíciónk is, hogy ez a Kaleidoszkóp nevezetű aloldalon, hogy gyűjtünk mindenféle információt, képet, bélyeget, mindenféle dolgokat a Neumannról, és talán akkor ez is hozzájut, amit itt beszéltünk, a jövő számára lesz egy ilyen gyűjtemény, amiket itt összeszedtünk. Most két dolgot emelnék csak ki, ugye ebbe a körbe ilyen szakkörök, diákkörök, ami esetleg érdekes lehet, és így tovább is lehet vinni. Az egyik, hogy van egy tablókiállítás Neumann János életéről és művéről igazából. Itt lehet látni, hogy egy ilyen diákokat megszólító, ilyen fölütéssel vannak ezek a tablók.
És azért is gondolom, hogy érdekesít elmondani, mert mi megkerestük a Neumann nevét viselő iskolákat, intézményeket, ugye azok kérték a tablókat, és utána elindult egy kérés, akik rengeteg minden iskola kérte ezt a kiállítást. Tehát lehet benne valami, hogy ezáltal egy ilyen kiállítással lehet hogy mondjam, ösztönözni, vagy motiválást adni, szakköröket indítani. Tehát ez lehet megint egy dolog, ami esetleg segít a Neumann évből továbbvinni akár a szakköröket, vagy tehetséggondozás dolgot is. És ugye itt a korszerűség jegyébe ez nem csak ilyen fizikai formában van meg, hanem megvan online formában is, tehát aki valaki úgy szeretné ezt megnézni és megbeszélni, és ezáltal szeretne, hogy mondjam, fölmutatni dolgokat, akkor ez online módon is megtalálható. És aki itt érdekel, akkor az egyébként a tegnapi színház is szerintem előbb-utóbb fönt lesz a YouTube-on, annak van egy rádió játék változata is. Tehát, hogyha valaki a Neumannnal akar motiválni, aki először találta ki a számítógépet, akkor bőven vannak anyagok. A másik, amit kiemelnék, és ez egy kicsit ugye hasonlít is egyébként, vagy akár lehetne mondani, hogy a szexuális Neumann versenynek valami fajta, nem is hasonló, de valami hasonló dolog, mert kiírtunk egy pályázatot, egy képzőművészeti pályázatot Neumann Jánost, hogy a diákok hogyan látják, hogyan reagálnak erre a dologra. Ez a Deák 17 galériával, ami érdekes módon a Deák Ferenc utca 17-ben található, és holnap lesz egyébként ezekből az alkotásokból egy kiállítás megnyitó, holnap 11-kor lesz ennek a kiállításnak a megnyitója. Itt van pár fénykép, hogy már készül ugye az installáció, tehát itt meg lehet már nézni, de aki igazán érdekel, az jöjjön el, hiszen azért, és ez megint egy jelzés egyébként, és megint, hogy három kategóriába hirdettünk díjat, és ennek a díjat azt nem számítástechnikusok, hanem művészek és kurátorok adtak, és mind a három korosztályba videoműfajú alkotás nyert, ami mutatja valamilyen módon, hogy milyen irányú megy ez a szakkör, vagy ez a tudás, és akkor azt gondoltam, hogy be is mutatok ebből kettőt, gyorsan csak úgy, hogy ennek a hangulatát, egyrészt a mai ilyen esős hangulatot egy kicsit itt oldjuk, segítsen, egy kicsit oldjuk, és az első videó az ott van valahol. Jó, tehát azt egy alsó tagatos készítette igazából.
Ez meg egy felső, tehát egy gimnazista korú hölgy, vagy fiatalember készítette. Szóval, hogyha Neumann hív, akkor itt vagyunk igazából, úgyhogy ez a történet. Úgyhogy ez is egy érdekes megközelítés. A másik egyébként egy animáció, ami az is mutatja, hogy egy alsó tagozatos gyerek is szépen összeszedte, hogy Neumann mikkel foglalkozott, és egy animációba beletette. Tehát Neumann hív, és akkor mindenféle eszközökön ugye megszólalt ez a hívás. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen igazgató úr szavait. Akkor a másik kis videó az pedig holnap a Deák 17 galériában megnézhető lesz.